A Felvidék Arca Szépségverseny döntőseinek rövid bemutatója indította a rendezvényt, majd következett az ünnepélyes megnyitó. A polgármester kiemelte, hogy a mintegy 4,5 millió eurós beruházáshoz a termálfürdő nem használt fel külső forrást. Nagyon fontos, hogy a termálfürdő saját pénzösszegéből, tehát a jó gazdálkodása révén tudta ezt a beruházást mind megvalósítani. A 2 évvel ezelőtt indult beruházás révén egy 4 csillagos, 28 szobás panzió létesült, amelyhez a fürdő vezetősége nagy reményeket fűz. Mivel üzemeltetünk már egy szállodát, azt tartjuk, hogy a vendégek szeretik, nagy iránta az igény, és nyáron sok vendéget el kellett utasítanunk, úgyhogy abban bízunk, hogy a panzió is legalább olyan kihasználtsággal fog működni, mint a szállodánk. Próbáltunk egyrészt megfelelni a mai kor elvárásainak, tehát egy nagyon energiatakarékos épületről van szó, nagyon sok zöld megoldást próbáltunk felhasználni, és igyekeztünk magas minőséget és magas színvonalat nyújtani, úgyhogy bízunk benne, hogy ennek meg lesz a célközönsége. A panziónál kialakított 2 új játszótér és a grillterasz is a vendégek szórakozását és kikapcsolódását szolgálja. A tavalyi meleg nyár rekordlátogatottságot eredményezett a termálfürdőben. Júliusban és augusztusban egyaránt több mint 100 000-en keresték fel a létesítményt. A fürdőben abban bíznak, hogy idén-nyáron is hasonló adatokat sikerül majd elérni.